Sziasztok! A mai videóban ismét egy összehasonlító témát hoztam nektek, mégpedig az ezer lábúakat és a százlábúakat lábúakat veszem górcső alá. A téma választását az adta, hogy most nem került fel videó a csatornámra, mert Horvátországban nyaraltunk, és találkoztam ott helyben egy óriási százlábúval, lábúval. Másrészt pedig sok embertől hallom, hallottam, hogy összekeverik a két csoportot, melyek ránézésre valóban hasonlítanak valamelyest egymásra, ám markáns különbségek is vannak a két csoport között. Ezeket igyekszem a mai videóban tisztázni, illetve segíteni nektek. Ha készen álltok, akkor bele is vághatunk. Az ezerlábúak és a százlábúak a soklábúak altörzsébe tartoznak, ahova is jellemzően hosszúkás testű, rengeteg testszelvénnyel rendelkező állatok tartoznak és az is jellemzőjük, már ránézésre is látható, hogy rengeteg pár lábbal rendelkeznek, melyek a rovarokhoz, pókszabásúakhoz és rákokhoz hasonlóan ízelt lábak. Közös tulajdonságuk, hogy a kültakarójuk átjárható a víz által, ezért könnyen kiszáratnak, így mindig kisé nedves körülmények között találkozhatunk velük, kövek alatt, fatörzsek alatt, talajban, tehát rejtett helyeken pihennek napközben és éjszaka táplálkoznak. De hogy mivel táplálkoznak, az teljesen eltér a két csoportnál, ugyanis a százlábúak, kizárólag ragadozók, ők különféle ízetlábúakkal, rovarokkal, férgekkel, puhatestűekkel keresik meg a vetevőjüket, míg az ikerszelvényesek, ugye más néven ezerlábúak, pedig korhadékevők, ami annyit jelent, hogy lehullott avart, korhat faanyagot és gombákat fogyasztanak elsősorban, tehát nagyban segítik a lebontás folyamatát az erdőkben és más élőhelyeken is. További különbség még, hogy a százlábúaknál minden egyes testszelvényen csak egy pár lábat találhatunk, és ezek a lábak hosszabbak és vaskosabbak, mint az ezerlábúaké általában. A csápjaik is hosszabbak a hogy a zsákmányukat könnyebben megtalálhassák a sötét éjszakában. Az ezerlábúaknak viszont sokkal sűrűbben állnak a lábaik, és rövidebbek is az ezer, a százlábúakénál, mert itt testszervényenként két pár van belőlük, a csápjaik is jóval rövidebbek a százlábúakénál, mert nekik nincs szükségük olyan kitűnő szaglásra, mint a százlábúaknak, mert az ő táplálékuk lényegében körülöttük hever mindenhol az erdő talaján, vagy más élőhelyeken. Nagyon szembetűnő a százlábúaknál, hogy az első láppár az méregkarmokká módosult, ennek a tövében mérget termel az állat, és ezt egy-egy pár erőteljes fogszerű kinövés segítségével juttatja be az áldozataiba. Egyébként harapásuk az emberre nézve is nagyon fájdalmas lehet, én még sosem próbáltam és nem is szeretném, de állítólag a nagyobb fajoknak a marása az akár lázat, hányingert, rosszul létet is okozhat, tehát nem érdemes próbálkozni velük. Egyébként, hogy a nagyobb fajokról beszélek, mindkét csoportban előfordulnak óriási termetű fajok is, a százlábúaknál a legnagyobb faj tudomásom szerint akár 30 centinél is hosszabb lehet, az úgynevezett amazóniai szkolopendra, szkolopendra gigantea, amely denevéreket is fogyaszt egyébként. Az ikerszelvényeseknél a legnagyobb ismert faj az úgynevezett Archispirostreptus gigas, az óriás ezerlábú Afrikából származik, és ugyanúgy korhadékevőnek számít, mint a pár centiméteres rokonfajok, viszont a méretekben óriási különbségek is vannak, mert tényleg vannak ilyen centiméteres fajok és pár centis fajok is, de vannak köztük 10-20 centiméteresek, sőt akár a 30 centimétert is verő fajok. Most néhány jellegzetes csoportjukról szeretnék beszélni ezeknek az állatoknak. A százlábúak között a legnagyobbnak számítanak az úgynevezett skolopendrák. Egyébként erről az állatról, a Magyarországon is honos fajról beszéltem egy korábbi videómban, azt is érdemes megnéznetek, ha még nem láttátok. Egyébként a skolopendrák itt Európában csak a déli részeken fordulnak elő, ott viszont elterjedtek és szinte minden szárazabb típusú élőhelyen előfordulnak. Ugyanakkor ők is igénylik a nedvesebb búvóhelyeket, de az általában a mediterrán vidékekre jellemzőek. Itt több fajuk is előfordul, például most Horvátországban találkoztam az öves szkolopendrával, ami Magyarországon a vértesben fordul elő csak, természetes módon, valamint a dalmát szkolopendrával, a szkolopendra dalmatikával, ami viszont ilyen kékes-barnás színezetű állat, szerintem csodálatos kinézete van. Harapásuk nagyon fájdalmas lehet, és nem érdemes kézbe venni őket, mert akkor biztos, hogy megharap. Egyébként teljesen ártalmatlanok tehát maguktól nem fognak támadni. Inkább iszonyú sebességgel elmenekülnek, amint felfedjük a rejtek Egy nagyon bizarr kinézetű fajuk a százlábúaknak a pók százlábú, melyel akár épületek belsejében is a falakon futkározva találkozhattok. Ő is éjszaka bújik elő, nagyon gyorsan mozog, akár a mennyezeten is képes futni, és elsősorban repülő rovarokkal táplálkozik, legyekkel, vagy egyéb gyors mozgású rovarokkal, óriási nagy csápjai vannak, hogy érzékelje a környezetét könnyedén. Egyébként a mediterrán területeken vele is lehet kövek alatt is találkozni, tehát ő is inkább a melegebb körülményeket szereti. Vannak kisebb százlábú fajok is, mint például az erdőkben, de kertekben is előforduló barna százlábú félék, melyek nagyjából ilyen 4-5 centiméteresre nőnek meg, egy kisebb szkolopendrára hajaz a kinézetük, ám annál jóval elterjedtebbek és gyakoribbak. Az ezerlábúak között is vannak nagyon különleges kinézetű fajok, tehát a standard hengeres testű hosszúkás ezerlábúak mellett vannak laposabb testű rövidebb fajok is. Ezek a karimásikerszelvényesek, kisé lapított a testalkatuk egyébként ugyanúgy két párs lábuk van szelvényenként, és nagyon különleges alkatuk van, ők is lebontó szervezeteknek számítanak, Magyarországon szintén előfordulnak fajaik. Szerintem a legkevésbé hasonlítanak ikerszelvényesekre az úgynevezett gömbsoklábúak, amik inkább hasonlítanak egy szárazföldi ászkarákra, vagy sokan pinceászkának is hívják ezeket az állatokat. Szerintem ezekre nagyon hasonlítanak, rövidebbek, tömzsitfajok, ők is lebontó szervezetek, tehát ők is korhatfa anyagokkal, gombával, illetve mohával, zúzmókkal táplálkoznak. Magyarországon szintén vannak fajaik, és az a jellegzetességük, hogy összetudnak gömbölyödni vészhelyzetekben, valamint szárazabb időszakokban is ugyanezt teszik. Ilyenkor összezáródnak nagyon szorosan, így kevesebb nedvességet veszítenek. Hát remélem, hogy sikerült valamelyest segítséget nyújtanom abban, hogy legközelebb, ha ezer lábút vagy száz lábút találtok, akkor meg tudjátok mondani, hogy na most akkor melyikkel találkoztam. Hogyha tetszett, akkor érdemes feliratkoznatok a csatornára, mert a későbbiekben is jövök további folytatásokkal, melyek hasonlóan Izgalmasak lesznek, legalábbis igyekszem izgalmassá tenni a témákat, és akkor addig is szép nyarat kívánok nektek, és találkozunk a következőkben. Sziasztok!